Fiasztok. Ez a videó a 15. század egyik legnagyobb hadvezéréről, Hunyadi Jánosról fog szólni, aki joggal érdemelte ki, hogy török verőnek becézzék. Hunyadi János 1407 körül születhetett. Fiatal koráról információ hiány miatt keveset tudunk. Tovább nehezíti a helyzetet Hunyadi János fiának, Mátyás királynak a korából származó források, mivel a híres uralkodó megpróbálta volna minél jobban nemesíteni apját, és ezért történetíróival megpróbálta Luxemburgi Zsigmond törvénytelen fiaként beállítani Hunyadi Jánost. Erre az elméletre azonban történelmi bizonyíték nincsen. Ami a történelmi forrásokból bizonyosra vehető, az az, hogy Hunyadi János apját Serba fia Vajknak hívták, és egy 1409. október 18-án keletkezett visegrádi oklevélben találkozhatunk először a nevével. Ebben az oklevélben Luxemburgi Zsigmond király nemesítette Vajkot, elismerve annak vitézségét, és cserébe az erdélyi Hunyadvár birtokát adományozta neki. Erről a birtokról származik a család neve is, amely először a Hunyadi vitéz, majd a Hunyadi nemes, végül pedig a Hunyadi néven szerepelt a későbbiekben. Serba fia Vajk egy havasalföldi előkelő lehetett, aki katonaként hírnevet szerzett magának. 1395-ben belharcok dúltak Havasalföldön, amely során az egyik párt luxemburgi Zsigmond magyar király segítségét kérte, aki seregével Havasalföldre is utazott. Ez út során figyelhetett fel Serba fia Vajkra, aki vitézségével kitűnhetett a harcok során, és Zsigmond ezért hozathatta magával Magyarországra. Itt Vajk udvari vitézként személyes kapcsolatot építhetett ki luxemburgi Zsigmonddal, aki meg is jutalmazta, így Hunyadi János apja egy magyar köznemessé válhatott. Mivel Serba fia Vajk havasalföldről származott, ezért a román történetírás elrománosítaná Hunyadi János, és még fiát Mátyást is igyekeznének románokként feltüntetni. Holott ez az állítás többsebből is vérzik. Egyrészt Serba fia Vajk nem is biztos, hogy román volt, mivel Havasalföld nemessége ekkoriban még többségében kunszármazású volt, és a Vajk név sem egy gyakori román keresztnév. De még ha román nemzetiségű is lett volna, Serba fia Vajk akkor is Hunyadi Jánosnak volt egy édesanyja is, Morzsinai Erzsébet, aki magyar volt. Ráadásul Hunyadi János és Mátyás is saját magukat magyar nemesnek tartották származásuktól függetlenül, és Hunyadi János még többször ki is fosztotta a havas úgyhogy nem feltétlenül kötődött apja szülőföldjéhez. Hunyadi János édesanyját Morzsinai Erzsébetnek hívták. Mátyás krónikásai Morsinai Erzsébetet luxemburgi Zsigmond király szeretőjének tartották, és próbálták beállítani a magyar királyt Hunyadi János vérszerinti apjává, ezzel pedig nemesíteni akarták Mátyás király családját. Erre az állításra történelmi bizonyíték viszont nincsen. Akik ezt vallják, azok azt gondolják, hogy Zsigmond a vérszerinti apja Hunyadi Jánosnak, és Vajtnak azért adományozott birtokokat, hogy felnevelje a törvénytelen gyermekét. Ezt az állítás képviselői többek között azzal bizonyítanák, hogy Hunyadi János pályája fiatal korában nagyon gyorsan ívelt felfelé. Viszont a képhez hozzátartozik, hogy Mátyás krónikásai azért is akarták a király apját Zsigmond törvénytelen gyermekének beállítani, mivel Hunyadi Mátyásnak is volt egy törvénytelen fia, Korvin János személyében, akit Mátyás király örökösének akart volna megtenni. Az ifjú Hunyadi János korán elkerült otthonról, hogy apjához hasonló a jó katona válhasson belőle. Először Csáki György széke ispán familiárisa, majd Lazarevics István szerb despota apródja lett. Lazarevics udvarában harcolhatott először a török ellen, és így megismerhette az oszmán harcmodort. Ezt követően az újlaki családnál látott el katonai szolgálatot, akiknek a délvidéken voltak birtokaik. 1430-ban feleségül vette Szilágyi Erzsébetet, aki egy jelentős délvidéki köznemesi családból származott. Ezzel a Friggyel jól járt Hunyadi, mivel így a délvidéki köznemesség egyik legjelentősebb családjába sikerült beházasítani a magát. De jól járt a Szilágyi család is a házassággal, mivel Hunyadi jelentős örökséggel rendelkezett, és birtokai közel voltak a Szilágyi családi birtokokhoz. Ráadásul Hunyadi János karrierje gyors ütemben ívelt előre, és abban az évben már az uralkodó Luxemburgi Zsigmond udvarába is került, így egyértelműen megérte a szilágyi családnak Erzsébetet hozzáadni az ifjú Jánoshoz. Kettejük házasságából két fiú gyerek született. Az idősebb László 1431-ben, a fiatalabb Mátyás pedig 1443-ban látta meg a napvilágot, így 12 év volt a két testvér között. Hunyadi János luxemburgi Zsigmond apródjaként lovagi címet nyert. A királyi udvarban mentora a firenzei származású Ozarai Pippó volt, aki a temesi főispáni tisztséget gyakorolta. 1431-ben Hunyadi János luxemburgi Zsigmonddal utazott Itáliába, amikor a magyar királyt német-római császárrá koronázták. Azonban Hunyadi nem ment el egészen Rómába Zsigmonddal a koronázásra, hanem 1431. novemberében Milánóban maradt két évig, miután uralkodóját Lombard királyá koronázták. A Lombard királyá koronázás a német-római császárrá koronázás első aktusa volt. Ezen a szertartáson jelen volt Hunyadi János is. Ezt követően két évig a milánói fejedelem Filippo Visconti szolgálatában állt, ahol megismerkedhetett az itáliai zsoldos vezérek által használt harcmodorral is. Itt katonáskodni a híres milánói zsoldos hadvezér Francesco Sforza mellett tanult meg. Érdekesség, hogy Milánóban Hunyadit Jankónak becézték, és ebből a névből ered Hunyadi János olasz neve a Conte Bianco, Hunyadi János Milánói tartózkodása során nagyon sok olasz barátot szerzett magának. Luxemburgi Zsigmondot 1433-ban német-római császárá koronázták. Ezt követően Zsigmond visszatért Itáliából Magyarországra, és a visszaúton Hunyadi János is csatlakozott az uralkodóhoz. Hunyadi úgy meggazdagodott Milánói tartózkodása során, hogy Zsigmondot 1200 forint kölcsönnel is ki tudta segíteni a visszaúton. Ezért a kölcsönért cserébe a király neki és testvérének zálogulatta az arad megyei papi mezővárost. 1434-ben értek vissza Magyarországra, ahol viszont nem maradtak sokáig, mivel 1436-tól Csehországban egy eretnek irányzat a huszitizmus egyre jobban elkezdett terjedni, és az erőszakos husziták háborút folytattak a német-római császár keresztény csapataival. Hunyadi Csehországban tovább bővítette katonai taktikai palettáját, ugyanis megismerhette a huszita harcmodort is. Itt találkozhatott először a szekérvárakkal, amelyeket később a török elleni háborúi során is alkalmazott. 1437-ben meghalt Luxemburgi Sigmond, mivel az elhunyt királynak nem volt fiú utódja, így lányának Erzsébetnek férjét, Albertet, az osztrák herceget választották Magyarország királyába. Azonban Albertet csak úgy fogadták el a magyar rendek, hogy meg kellett ígérnie az új királynak, hogy az országban fog maradni, és hogy csak akkor lehet német-római császár majd, ha a magyar rendek ebbe beleegyeznek. Mivel Albert ezt megígérte, ezért elfogadták Magyarország törvényes királyának, és így ő lett az első Habsburg uralkodó a magyar trónon. Albertet nem sokkal később cseh királynak is megválasztották, azonban a husziták nem fogadták el az új uralkodót, és a lengyel trónörököst Jagelló Kázmért hívták az országba. Kázmért bátyja, harmadik ulászló lengyel király támogatta, a sereget küldött Albert ellen. Hunyadi János Habsburg Albertet támogatta ezekben a küzdelmekben, és egy dandárt vezetett a husziták elleni harcban. Itt többször ki is tűnt vitézségével, és végül sikerült legyőzniuk Ulászló seregét, így Albert Csehország királyává válhatott. Azonban a magyarok cseh alatt egy török portyázó horda tört be Erdély déli részébe, melynek segített a havasalföldi vajda második Vlad Drakul is. Ezért Albert király visszaküldte Csehországból Hunyadi Jánost Erdély védelmére, és kinevezte Szörényi bánnak, valamint négy királyi vár védelmét bízta rá és testvérére. A szörényi báni tisztséggel Hunyadi János zászlós úrrá vált, tehát már bekerült a magyarországi főnemesek közé. De még csak a legutolsó volt az ország nagyok között. Mivel a szörényi bánság körbe volt véve a török birodalommal és szövetségesükkel, havasalfölddel, így ez volt a legveszélyeztetettebb része az országnak. Ezért Hunyadi Jánosnak személyes érdekévé is vált, hogy minél jobban távol tartsa a törököket az országtól. Hunyadi végül sikeresen kiűzte a törököket Erdélyből. Azonban Habsburg Albert király nem sokáig élvezhette ki a cseh koronát, mivel második Murát szultán egy hatalmas török sereggel támadást indított Magyarország egyik legfőbb szövetségese Szerbia ellen, azzal a célral, hogy a birodalmába olvassa a tartományt. Egy hatalmas sereggel ostromolta meg Szentrő várát, és sikerült is bevennie. Ráadásul a felmentésükre induló magyar seregben vérhas járvány terjedt el, amelyet Albert király is elkapott, így 1439-ben a hazaúton meghalt. Albert királynak még ekkor nem volt fia, azonban felesége Luxemburgi Erzsébet várandós volt az uralkodó halálakor. Ráadásul Erzsébet 1440. februárjában fiút szült, aki a László nevet kapta. Erzsébetnek az volt a szándéka, hogy amíg fia kiskorú, addig ő irányítja majd Magyarországot. Az ország fele ezt az álláspontot is szerette volna megvalósítani. Ezt a csoportot Cillei Úrrik és Garai László vezette. Ők azért támogatták az egykori királynét, hogy jó pozícióba helyezze családjukat. Azonban az ország másik fele nem akarta egy újszülött babára és a szeszélyes Erzsébetre bízni a török veszélyben lévő Magyarország sorsát, és a lengyel királyt Jagelló Ulászlót javasolták. Végül a két tábor abban egyezett meg a rendi gyűlésen, hogy a 31 éves Erzsébet hozzá megy majd a 16 éves Ulászlóhoz. Ulászló támogató körét Hunyadi János vezette, mivel a lengyel királyban látta a lehetőséget, hogy nagy sereget össze tudna hívni, és így meg tudja majd védeni Magyarországot a török ellen. Azonban Erzsébet nem sokára megbánta, hogy belement az alkuba, és nem akart hozzá menni a fele annyi idős lengyel királyhoz. Ezért megbízta szolgáját, Kottanner Jánosnét, hogy csempészze ki a Szent Koronát, és vigye utána Komáromba. Ettől függetlenül a magyar rendek megválasztották Ulászlót az ország királyává, aki pedig 1440 áprilisában elindult hadsereggel az ország felé. Amint ezt Erzsébet meghallotta, közvetlen híveivel Székesfehérvárra ment, és az esztergomi érsekkel megkoronáztatta a három hónapos fiát, így ötödik László néven ő vált az ország királyává. Azonban Ulászló ezt nem volt hajlandó elfogadni, és jelentős létszámú lengyel sereggel Erzsébet ellen vonult. A polgárháborús ország rémes helyzetét tovább fokozta az is, hogy 1440-ben második Murát szultán is Magyarország ellen támadt, hogy elfoglalja Nándorfehérvár várát, Azonban ezt a támadást Tallóci jános vezetésével hősiesen visszaverték a várvédők. A polgárháborúban Ulászló gyorsan elfoglalta az ország keleti felét, és ezért Erzsébet Székesfehérvárról Győrbe menekült, a hová Zsoldosokat rendelt. Ezeket a Zsoldosokat a tehetséges hadvezér Jan Griska vezette. Ulászló ezzel a gyorsan nyomult előre az ország belseje felé, és a főúrak többsége is mellé állt, miután a legfőbb híve Hunyadi János meggyőzte őket. A rendi gyűlésen a főúrak újra megválasztották Magyarország királyává, és kibonták, hogy 5. László koronázása érvénytelen volt. Ezért Ulászló hazaküldte a lengyel katonáit, és Hunyadi Jánost és Rozgonyi Simont bízta meg győr elfoglalásával. Ezt a várost Erzsébet legfontosabb híve cillei úrrik védte, aki az egykori királyné unokatestvére volt. Győr városában a csezsoldos katonák felvették a harcot az ostromló magyarokkal, és nagy veszteséget szenvedtek hunyadiék. Cillei úrrik azonban igyekezett volna menekülni a városból, és egy támadást színlelve kiszökött a várból. Csak hogy lebukott az akciója, ugyanis Rozgonyi Simon megtalálta és elfogta Cilleit. Ezután Budára küldte a magyar főurat, ahol az felesküdött Ulászló királyra. Győr ostromával egy időben Székesfehérváron királyá koronázták volna első ulászlót, de ekkor derült ki a magyarok számára, hogy Erzsébeték elvitték a Szent Koronát. Végül egy másik koronával koronázta magyar királya Ulászlót az esztergomi érsek Szécsi Dénes, aki egy hónappal korábban ötödik Lászlót is megkoronázta. Azonban Erzsébet tovább szervezkedett Ulászló ellen, és a felvidéken egy sereget toborzott magának. Ehhez pénzt Habsburg Frigyes küldött neki. Erzsébet egy erős zsoldos hadsereget vásárolt magának, amelyet a cse. Jan Giskra vezetett. Giskra kiváló hadvezérnek bizonyult, és sorra foglalta vissza a várakat. A cseh zsoldosaival elfoglalta a teljes felvidéket, továbbá csapatai fosztogatták az országot. Ezt látva több magyar főúr is visszapártolt Erzsébet oldalára. Ilyen volt például Garai László és Szécsi Dénes, Esztergomi érsek is. Előbbi fellázította Ulászló ellen egész Horvátországot és Szlavóniát, utóbbi pedig Esztergomba hívta Erzsébetet, aki onnan irányíthatta a megszerzett területeit. Ezt látva Ulászló visszahívta a hazaküldött lengyel katonáit. A legjobb magyar vezéreit pedig ellenfelei ellen küldte. Perényi Jánost a cseh Giskra ellen, Hunyadi Jánost és Újlaki Miklós pedig Garai László ellen küldte. Ulászló király Budán maradt, hogy szemmel tarthassa az Esztergomban tartózkodó Erzsébet királynét. Hunyadiék szexárnál csaptak össze Garai László seregeivel, és a Pátaszéki csatában tapasztalt katonáival legyőzték a magyar főurat. Ezt meghalva Ulászló hálából erdélyi vajdának nevezte ki a két hadvezérét, Hunyadi Jánost és Újlaki Miklóst. Nem sokkal később Hunyadi újabb tisztséget kapott, amikor Ulászló kinevezte előbb Temesi Ispánnak, majd Nándor Fehérvári főkapitánynak. Azonban csak úgy, mint Erdély esetében, ezeket a területeket is csak úgy kapta meg Hunyadi, hogy újlaki Miklóssal megosztva kellett irányítania. Minden esetre Hunyadi János így is az ország egyik legnagyobb birtokosává vált, birtokai pedig az ország keleti és déli határánál helyezkedtek el, így még érdekeltebbé vált abban, hogy a törököt minél távolabb tartsa az országtól. A polgárháború során Ulászló király következő célpontja Esztergom városa volt, ahol megostromolta az érsek Szécsi Dénes csapatait. A hosszú ostrom során az érseknek sikerült végül egy egyességet kötni a királyjal, aki fegyverszünetet kötött Erzsébettel. Azonban 1441 telétől már újra egymást támadták a felek. Ekkor Ulászló Erzsébet unoka testvérét, Cillei Úrrikot próbálta a maga pártjára állítani. Cillei Úrrik meg is egyezett a jagelló uralkodóval, hogy a cilleiek elfogadják magyar királynak Ulászlót, ha cserébe megtarthatják a korábbi befolyásokat udvarában. Ulászló ebbe bele is egyezett, így Cillei úrrik átállt hozzá. Azonban a polgárháború továbbra se csitult, mivel a felvidéket uraló Ján Giskra továbbra is fosztogatta az országot, és a magyar főurak kemény harcokat vívtak vele. Amíg az ország északi felén Jan Giskrak csapatai fosztogatták az országot, addig délen a törökök törtek Magyarországra. Hunyadi János birtokait védve ekkor a török ellen harcolt, mivel a bátaszéki csata után Ulászló király megbízta a délvidék védelmével. Hunyadi ekkorra már Újlaki Miklóssal megosztva egyszerre volt Szörényi Bán, Temesi Gróf, főkapitány és Erdélyi Vajda is. Mivel társa Újlaki, főként a királyi udvarban tartózkodott Ulászló mellett, így Hunyadinak egyedül kellett megszervezni az ország déli és keleti részének védelmét. Viszont abból kifolyólag, hogy Újlaki főként az udvarban tartózkodott, Hunyadi János lényegében az ország déli és keleti védelmét egyszerre irányíthatta egy szemében. Hunyadi serege központját Nándorfehérvárra helyezte át, és innen verte vissza az érkező török portjákat. Az első komolyabb megpróbáltatása 1441-ben volt, amikor Szendrő várának vezetője, Iszák Bék el akarta foglalni Nándorfehérvárat. Hunyadi és Újlaki Miklós közösen védte meg seregével a várat, és legyőzték Iszák Béget. A győzelem következtében Hunyadi még nagyobb hírnevet szerzett Európa szerte. Murát szultát nagyon felbőszítette a török vereség, így a következő évben, 1442-ben egy tapasztalt vezért mezit béget küldtek Hunyadi ellen egy 80 ezeres török hadsereg élén, hogy bosszúja meg iszák béget és fosztogassák erdét. A török sereget főként a lovaskatonák katonák a szpáhik tették ki. Újlaki Miklós erdélyi vajda ezt meghalva értesítette a Nándorfehérváron tartózkodó Hunyadit és fegyverbe szólította az erdélyi nemeseket. Hunyadi gyorsan Gyulafehérvára sietett seregével. Itt megtudta, hogy mezítbék serege ekkor már a közelben tartózkodott. Ezért Lépes György erdélyi püspök azt tanácsolta Hunyadinak, hogy támadják meg a törököket, noha jóval kevesebben voltak, mint ellenfeleik. Hunyadi meg is támadta a törököket, csak hogy a fősereg észrevette a támadást, így legyőzték a magyarokat. Ugyan Hunyadi seregét sikeresen ki tudta menekíteni a vesztes csatából, viszont az erdélyi püspök csapatait bekerítette a török, és lekaszabolták őket, még Lépes György is elesett a harc során. Ezt követően mezít nem üldözte hunyadiékat, ha nem nagyszeben vára ellen vonult. A török ostrom során nagyszeben városát hősiesen védték a városlakók, és várták a felmentő sereget. Hunyadi János és Újlaki Miklós el is indultak a város felmentésére. Amikor ezt az elbizakodott török hadvezér megtudta, boldogan azt kiáltotta, hogy hadd jöjjön csak Jankó Vajda, legalább nagyobb lesz ami diadalunk ugyanis Mezit mindenáron minden áron el akarta fogadni a híres Hunyadi Jánost, hogy ezzel teljesen demoralizálja a magyarokat. Ezért Mezit Bég gazdag jutalmat ajánlott fel annak a spáhinak, aki Hunyadit élve vagy halva, de elfogja. Viszont Mezit Bég ezen szándékát a magyar kémek megtudták és értesítették Hunyadi Jánost. Hunyadi Mezit célkeresztjétől nem ilyet meg, hanem ezzel akarta megnyerni a csatát. Ezért öltözékét, fegyverzetét és lovát átengedte hűséges katonájának, kemény Simonnak, Más források szerint Kamonyai Simonnak hívták Hunyadi hős katonáját. Az erdélyi vajda továbbá 500 vitézt is elrendelt Kemény Simon mellé, akire rábízta, hogy az egyik harcsoportot vezesse a csata alatt. Ez alatt Hunyadi János a nehéz lovasságot vezette, és velük próbálta megnyerni az ütközetet. Hunyadi számítása be is jött, ugyanis a török szpáhik a nagy utalom reményében teljesen negligálták a csatarendet, és a kemény vezette csapat ellen indultak, mert azt hitték, azt vezeti Hunyadi. Ez alatt Hunyadi János elővezette tartalék csapatait, és oldalról megtámadta a kemény Simon csoportját támadó törököket. Ráadásul a várvédő nagyszebeniek is kitörtek a várból, és rárontottak a törökökre, akiket három oldalról támadtak a magyarok. A török katonák mégsem vonultak vissza, mert motiválta őket a nagy jutalom, amit Hunyadira vérdíjként tűztek ki. Ezért rárontottak keményre, és megölték a magyar vitézt, mivel azt hitték, hogy ő Hunyadi János. Viszont nem sokkal később teljesen kitört a pánik a török oldalon, amikor meglátták a halottnak hit hunyadit, hogy még mindig él. Ráadásul a három oldalról közrefogott török sereg totális vereséget szenvedett, és még a vezetőjük mezit bég is a harc során. Nagy szeben ostroma során 20 ezer török katona halt meg, míg magyar oldalon csupán 3 Miután legyőzte a törököket, Hunyadi János kifosztotta a havasalföldi vajdát, Vlad Drákult és a moldvai fejedelemséget is, és behódoltatta a két államot Magyarországnak. Az óriási török fiaskóért Murát Szultán bosszút akart állni Hunyadin. Ezért Magyarország ellen küldte a ruméliai Beglerbéget, Sehab Bedint, aki az európai oszmán csapatok vezetője volt. Sehab Bedin először 80 ezer fő élén a magyaroknak behódoló havasalföldet támadta meg, és kifosztotta az országot. Ezt követően Erdély ellen vonult. Viszont Hunyadit meg akarta téveszteni, ezért Erdély felé nem a hagyományos útvonalon, nagy Szeben felől, hanem a Vaskapuszoroson keresztül akart volna betörni. Hunyadi János a támadás hírére felszólította az erdélyeket a harcra. Mivel kémeitől megtudta, hogy Sehabbedin nem Szeben felől, hanem Délebről támadna, ezért senegével a Vaskapuszoroshoz ment. Hunyadi és Újlaki ezúttal egy 15.000 fős magyar sereget tudott felállítani, míg a rabló török hat 80 főt számlált. Hunyadi János terve az volt, hogy a vaskapu szorosban elzárja a betörő törököket. Ez sikerült is neki, mivel a szűk völgyben nem tudott kijönni a törökök számbeli fölénye, így Hunyadi csapatai visszaverték őket. A győzelem során még az ellenfél vezére Sehabbedin is elesett a csatában. A vaskapunál aratott diadalban a szultán gyalogságának majdnem felét megsemmisítették a magyarok, és a győzelem következtében Hunyadi mítosza még nagyobbra nőtt. A török katonák innentől kezdve még jobban rettegtek tőle, míg a keresztények Európa szerte hősként tekintettek a világhírű magyar vitézre. Hunyadi török ellenes sikerei hatására negyedik Jenő pápa elérkezettnek látta az időt, hogy kiűzzék a törököt Európából. A pápa egy együttes magyar-lengyel és cseh összefogásban bízott. Ennek viszont elengedhetetlen feltétele volt, hogy Magyarországon megszűnjön a polgárháború és béke honoljon. Ezért a pápa Magyarországra küldte Giuliano Cesarini bíborost, hogy kibékítse első László királyt és 5. László anyját Erzsébetet. Cezarini sikeresen tárgyalt a felek között, és egy olyan egyességet köttetett Erzsébettel és Ulászlóval, hogy Ulászló elfogadta Erzsébet fiát, 5. Lászlót Magyarország királyának. Viszont, mivel László még kiskorú volt ekkor, ezért helyette az uralkodó 15 éves koráig a Jagelló király kormányozhatta volna az országot. Ráadásul, ha 5. László utód nélkül halt volna meg, akkor Ulászló követte volna a magyar trónon. Arra is kitértek az egyességben, hogy Lengyelország megkaphatta volna szepességet, Moldvát és Halicsot is a magyar királyságtól. Azonban ez a megállapodás nem lépett sohasem életbe, mivel Hunyadi János és az őt támogató főurak ebben nem voltak hajlandóak beleegyezni, hiszen féltek, hogy ezzel megszűnne az ország épsége. Ezért a béke helyett Erzsébet is Ulászló 1442. június 24-én csak egy fegyverszünetet kötött. További tárgyalásokra pedig azért nem kerülhetett sor, mivel 1442. decemberében Erzsébet királyné váratlanul meghalt, így Ulászló megszabadult egyik legfontosabb ellenfelétől. Azonban a magyar király helyzete még mindig nehéznek bizonyult, mivel az elhunyt királyné hívei még mindig kitartottak a gyermek 5. László mellett. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy nyugatról Habsburg Frigyes katonai fenyegetést jelentett Ulászló számára. Ráadásul a teljes királyságot még nem is bitorolta a jagelló uralkodó, mivel a cseh zsoldos vezér, Ján Giskra a felvidéken nagyon nagy területet tartott ellenőrzése alatt. Így nem igazán voltak adottak a körülmények egy török ellenes hadjárathoz. Minden esetre 1443 januárjában László király országgyűlést hirdetett Budára. Ezen az országgyűlésen jelen volt a szerb területekről elűzött despota, Brankovics György is. Tőle a magyar király megtudta, hogy Murát szultán válságos helyzetben van, és többen is fellázadtak ellene a birodalmában. Így itt lenne a lehetőség egy török ellenes hadjáratra, mert felkészületlenül érné az ellenfelet. Ulászló király azonban leszögezte, hogy csak akkor hajlandó háborút indítani a török ellen, hogyha Habsburg Frigyes békét köt vele, és biztosítja a felől, hogy nem támadja hátba, amíg a magyar király a törökökkel hadakozik. Végül Cezarini bíboros nagy nehezen rávette figyest a békekötésre, így megkezdődhetett a hadjárat megszervezése. Ulászló a hadjárat fővezérévé legtehetségesebb katonáját Hunyadi János nevezte ki. Hunyadi teljes seregét felajánlotta a hadjáratra. Így tett még új laki Miklós is. Ráadásul az országgyűlés is rendkívüli segélyt szavazott meg Hunyadiéknak, Ulászló király pedig biztosította a magyar és lengyel katonáiról a fővezért. Viszont aggasztó előjel volt a hadjáratra az a tény, hogy negyedik Jenű pápának nem sikerült más európai nagyhatalmat meggyőznie, hogy csatlakozzanak az akcióhoz. Cezarini bíboros csupán néhány keresztes tudott toborozni Csehországból, de jelentős katonai segítség nem érkezett. Így hunyadiék majdnem lefújták az akciót. Ekkor az elüldözött szerb despota Brankovics György egy jelentős összeget ajánlott fel hunyadiéknak, hogy támadják meg a törököt és segítsék vissza az országa élére. Hunyadi a pénzből zsoldosokat fogadott fel, és így már elég erősnek érezte csapatait arra, hogy megtámadja a törököt. 1443. szeptemberében Hunyadi megindult csapataival a török ellen. Először Pétervárodnál átkelt a Dunán. Itt seregéhez csatlakozott két szövetségese, Brankovics György szerb despota, és Vlad Drákul havasalföldi vajda. Ezzel megkezdte hunyadi hosszú hadjáratát, amelyet nem azért nevezünk hosszúnak, mert hosszú ideig tartott, hiszen kevesebb mint 6 hónapról beszélünk. Hanem a hadműveleti vonal hosszúsága és a sok hadi esemény miatt hívjuk hosszú hadjáratnak az 1443 végén kezdődő eseményeket. A hadjárat szokatlan időpontban lett elindítva, mivel ősszel és télen általában nem szoktak háborúzni a katonák. Hunyadi mégis azért választotta ezt az időpontot, mert tudta, hogy második Murát szultán belpolitikai válsággal küzdött éppen, és ezért a török fősereg nem tartózkodott Európában. Ezért az volt Hunyadi terve, hogy gyorsan legyőzi a maradék török csapatokat, és elfoglalja a Drinápoly városát, még mielőtt a szultán mozgósítani tudná az egész török sereget. Miután Hunyadi és szövetségesei csatlakoztak egymáshoz, csapataikkal átkeltek a száván, és megindultak az oszmán birodalom felé. Mivel Brankovics György kiváló helyismerettel rendelkezett a Balkánon, ezért gyorsan nyomultak előre. A szerb despota a Morava folyása mentén vezette a szövetségeseit. Hunyadiék nagyjából 35 ezer katonával támadtak a török birodalomra, és sorra győzelmeket arattak. Sokszor a török túlerő ellenére is. Először Krusevácot foglalták el hunyadi csapatai, majd Nisvárosát. Ezt követően a Morava mezőn egy megsemmisítő vereséget mértek a túlerőben lévő török hadra. Majd Szófiára támadtak, amit szintén elfoglaltak. A következő célpont Drinápoly lett volna. Azonban eddigre már Murát Szultán reagált és gyorsan rendezte a belső ügyeit, és Európába vezette a török fősereget. Murát seregében 150 ezer katona vett részt, és a szultánnak az volt a terve, hogy embereivel eltorlaszolja a Balkán hegység hágóit, hogy megállítsa a magyar csapatok előre nyomulását. Ezt látva Ulászló király kérésére 1443. decemberében visszavonultak a magyarok. Csak hogy Murát szultán elkezdte üldözni a keresztény seregeket, és megtámadták hunyadiékat. Azonban a kunavicai csatában az óriási török túlerő ellenére hunyadiék újra győztek, és egy megsemmisítő vereséget mértek a törökökre. A hazafele út során még kétszer támadták meg az üldöző törökök a magyarokat, de hunyadiék mindkét alkalommal legyőzték őket. Végül 1444. januárjában értek vissza a magyar csapatok, és óriási örömünnep fogadta Ulászlóikat. A király 1444. februárjában tért vissza Budára diadalmenetben. A hadjárat során tömérdek török zászlót és négyezer foglyot szereztek a magyarok. Ráadásul ebből a négyezerből 13 bég vagy pasa volt, akikért nagy váltságdíj járt. Hunyadi János nimbusza a hosszú hadjárat során még magasabbra nőtt, és még nagyobb kultusza lett egész Európában. Hunyadi hadjárata során több ezer kilométert tett meg ellenséges területen, mindezt egyetlen csatavesztés nélkül. Ehhez hasonló tett ritka a hadtörténelemben. Ulászló meg is hálálta a hadvezére teljesítményét, és további birtokokat adományozott neki a kucevói és a branicevói uradalmat. Hunyadi hadjáratának jelentőségét jól tükrözi az a kedvező béke ajánlat, amelyet Murát szultán tett a magyarok felé a hosszú hadjárat után. A szultán minden áron békét akart kötni a magyarokkal, mivel birodalmában a karmani herceg harmadszor is fellázadt ellene, így vissza kellett volna térnie Kis-Ázsiába. Ulászló király nagy dilemma előtt állt, mivel Murádnak igen kedvezőek voltak a feltételei, viszont a hosszú hadjáratnak óriási visszhangja volt egész Európában, és az országok vezetői arra bíztatták a magyar királyt, hogy támadja meg újra a törököt, mert most gyenge az ellenfél, így ki lehetne őket űzni a kontinensről. A magyarok közül is megoszlottak a vélemények. Brankovics György és Hunyadi inkább a békét szorgalmazta. Mivel a szerb despota a szultán békéjével visszakaphatta volna területeit, így nem volt már tovább érdeke a török ellen hadban állni. Hunyadi János is a békekötést szorgalmazta. Egyrészt nagyon kedvező feltételeket biztosított volna második Murád a magyarok számára, és több magyar függésű ütköző állam is létrejött volna a két ország között. Így Hunyadi határmenti birtokai biztonságban lettek volna a török portyáktól. Ráadásul Hunyadit az is aggasztotta, hogy az országon belül még mindig nem volt biztosítva a belső béke, mivel Jan Griska csapatai még mindig a felvidéken tartózkodtak, illetve Habsburg Frigyest is veszélyesnek tartotta Magyarország számára. Így úgy gondolta, hogy előbb szilárduljon meg Ulászló hatalmi helyzete Magyarországon teljesen, és csak utána támadják meg a törököt. Szintén a béke mellett voltak Ulászló király lengyel főemberei is, akik azt szerették volna, ha a királyuk egy rövid időre visszatért volna Lengyelországba. Ulászló a kérdés eldöntésére egy országgyűlést hívott össze 1444. áprilisában. Ezen negyedik Jenő pápa küldöttje, Cezarini bíboros rábeszélte az embereket, hogy most van itt az idő kiűzni a törököt Európából, így az országgyűlés a háború folytatása mellett döntött. Azonban a hadsereg felállítása során már elmaradt a magyarok lelkesedése. Mivel egy külföldi háborúról beszélünk, ezért az aranybulla alapján nem lehetett általános nemesi felkelést hirdetni. A nagyobb urak közül pedig csupán csak négyen jelentkeztek a hadjáratra. Hárman, Rozgonyi Simon Egri püspök, Dominisz János Nagyváradi püspök és Szekcsői Herceg Rafael Bosnyák püspök egyházi méltóságok voltak. A magyar főúrak közül csupán Hunyadi János jelentkezett a hadjáratra. Ulászló külföldi segítséget remélve kérte a bizánci császárt és Albánia vezetőjét Skanderbéget, hogy állítsanak fel egy sereget és segítsék az akciójukat. Szintén segített még második Vlad Rákul havasalföldi vajda, a moldvai vajda, Ulászló lengyelei és a német lovagrend is. Azonban murád szultán minden áron el akarta kerülni, hogy rátámadjanak a keresztények, mivel belpolitikai gondokkal küzdött, és vissza kellett volna térnie kis Ázsiába. Ezért meggyőzte Brankovics Györgyöt, hogy támogassa a magyar török békét, és cserébe visszaadta neki Szerbiát. Brankovics meggyőzte Hunyadit, hogy szorgalmazza ő is a magyar török békét. A szerdespota azzal győzte meg a magyar főurat, hogy Hunyadi fiainak átengedett magyarországi birtokai közül 110 uradalmat Zaránd és Arad megyéből. Hunyadi János július 3-án meg is kapta az ígért birtokokat, és ezzel vagyona tovább nőtt. A magyar hadvezér próbálta is rávenni Ulászló királyt, hogy kössön békét a törökkel. A törökök kifejezetten kedvező békefeltételeket ajánlottak a magyarok számára. Második Murát szultán visszaadta volna Szendrő és Galambóc várát a magyar királyságnak. A szultán ezen kívül még visszaadta volna Brankovics Györgynek is a szerb területeit, illetve biztosította volna a magyarokat, hogy nem törnek be egymás országába. Ugyan Bulgáriát megtartotta volna Murát szultán magának, viszont a többi balkáni területről lemondott volna, egyedül Havasalföldtől várta volna el még, hogy második Vlad Drákul adót fizessen neki. Ezen kívül Murát szabadon bocsátotta volna a keresztény hadifogjait, köztük a szerb despota Brankovics György két fiát is. Mivel több török hadifogoly volt a magyar fogságban, mint magyar a törökben, ezért Murát Cselebi basáért hajlandó lett volna kifizetni váltságdíjként 70 ezer aranyat is Ulászlónak. Sőt, még azt is felajánlotta a szultán, hogy küld 30 ezer katonát Ulászlónak belharcaihoz segítségül. Ulászló királynak nagyon tetszettek a békefeltételek, és amikor Murát szultán követei Szegenen találkoztak az uralkodóval, Ulászló felesküdött a két ország közötti békére. Mivel a szultán Drinápoly városában tette meg ugyanezt, ezért ezt a békét Drinápoly békének nevezzük. A két ország 1444. június 12-én kötötte meg a 10 évre szóló békét. A megkötött béke a magyarok számára nagyon kedvező volt, és örültek neki a magyar főurak. Ulászló király haza is küldte lengyel katonáit, és az eddig összetoborzott magyar és havasalföldi seregek is feloszlottak. Murát szultán pedig visszament Kis-Ázsiába, hogy rendezze a belpolitikai válságot. Azonban a pápa követe Cezarini bíboros nagyon ellenezte a békét, és próbálta meggyőzni a magyar királyt a béke felbontásáról. Tovább bonyolította Ulászló helyzetét, hogy a külföldi uralkodók is buzdító üzeneteket írtak neki, és bátorították, hogy most van itt az idő megtámadni a törököt. Hunyadi János kezdetben ellenezte a kedvező béke megszegését, viszont Ulászló és Cezarini azzal győzték meg, hogy felajánlották neki, hogy a felszabadított Bulgária fejedelme lehet majd. Így végül Hunyadi is támogatta a békeszegést. A magyarok terve az volt, hogy amíg Ulászló és Hunyadi a szárazföldön támad a török ellen, addig a tengeren külföldi szövetségeseik, a pápai, a genovai, a velencei és a burgundi hajók elzárják a fekete tengerre vezető tengerszorosokat, hogy második Murát szultán főcsapatai ne tudjanak kis Ázsiából átkelni Európába. Hunyadiék meg is indultak a törökök ellen egy 20 ezer fős sereggel. Azonban több probléma is akadályozta a hadjárat sikerességét. Problémát jelentett az, hogy Hunyadi János Nikápolynál összeveszett második Vlad Drakullal, aki annyira megharagudott Hunyadira, hogy fiára bízta a serege vezetését, és hazament havasalföldre. Tovább nehezítette a magyarok helyzetét, hogy az eddigi szövetséges szerb despota Brankovics György most nemcsak, hogy megtagadta a segítségnyújtást Ulászlóiknak, hanem még az albán fejedelem Kastrióta György elől is elzárta az országát, így megakadályozták Skanderbégnek, hogy segíteni tudjon Hunyadiéknak. Ezért a keresztény hadsereg létszáma csupán a felét érte el a fél évvel korábbinak. A magyar sereg a Duna mentén vonult. Elől Hunyadi János ment 3000 magyar katonával és a havasalföldi segédcsapatokkal. Hátul pedig a fősereg haladt Ulászló vezetésével. Kezdetben sikereket is értek el a magyarok, és gyorsan nyomultak előre a török birodalomba. Azonban sajnálatosan hunyadiékat többszörösen is cserben hagyták szövetségeseik. Ugyanis a bizánciak nem avatkoztak be és nem küldtek flottát, ezáltal a keresztény hajóhat jóval kisebb lett. Még durvább volt a genovai hajósok tette, akik nemcsak hogy átengedték a török katonákat, hanem még át is szállították Kis Ázsiából Európába a törököket, mivel második murát szultán megvesztegette őket, és minden átszállított katonájáért egy-egy aranyat ígért nekik. Így a 40 ezres török haderő könnyedén átkelt Európába. Mivel a magyarok azt hitték, hogy a szövetségeseik elzárják a törökök útját, így meglepetten vették észre, amikor a szultáni sereg várnánál teljesen körülzárt a hunyadiékat. A magyar vezetésben a törökök láttán két álláspont merült fel. Cezarini bíboros azt támogatta, hogy a magyaroknak a védekezésre kellene maximálisan koncentrálniuk. Ezzel szemben Hunyadi az azonnali megütközést preferálta, hogy a törökök nehogy elbízzák magukat, és ne kerüljenek emiatt lélektanilag jobb helyzetbe. Végül Hunyadi javaslata győzött, és 1444. november 10-én a Várnai csatában megütköztek a törökkel. Hunyadi úgy rendezte el csapatait, hogy az 5000 embert számláló szárnyát Sógorára, Szilágyi Mihályra bízta. Középen szintén 5000 voltak ulásztó lengyel katonái, amelyet a király vezetett. Hunyadi a jobb a váradi püspököt Dominis Jánost küldte. Itt is 5000 voltak a magyarok. A magyar haderő második vonalában a havasalföldiek voltak 4000 fővel. Hunyadinak nem volt konkrét pozíciója a csatában, hanem az egész csata folyamán változtatta a helyzetét, és ott segített, ahol a legnagyobb szükség volt rá. A magyarok óriási hátrányjal indultak, hiszen a 19 es seregük ellen Murát szultán 100.000 emberrel küzdött. A török felállásban a két szárnyon a lovasságuk, a spáhik, míg középen a gyalogságuk a janicsárok tartózkodtak. A csata első támadását a török balszárny indította el, viszont ezt visszaverték a magyarok, és utánuk is indultak. Ezután Karadzsa Bég egy nagyobb csapat élén segített a törököknek, meglepve ezzel a magyar jobbszárnyat. Hunyadi és Ulászló király látták, hogy baj van, és ezért megjelentek a jobbszárnyon segíteni. Hunyadi sikeresen átküldött jobbra csoportokat, és ezzel megerősítette a magyar jobbszárnyat. Olyan sikeres volt a magyar ellentámadás, hogy még Karadzsa Begler végig is elesett a harcban. Ezt követően Hunyadi visszarendezte eredeti helyzetébe csapatait. Ezután a török csapatok a magyar balszárnyat támadták meg, ahol szilágyék visszaverték az első támadást. Viszont a török lavasok második támadása már sikeres volt, és visszaszorították a magyar balszárnyat. Hunyadi ezért átment arra az oldalra csapataival, és szétverte az ottani török szpáhikat. Így a magyarok előtt már csak a szultán középső serege állt a janicsárokkal. A magyarok abszolút kedvező helyzetben voltak, hiszen győztek mindkét szárnyon, és a török lovasság már teljesen megsemmisült. Már maga Murát szultán is menekült volna a helyszíről, de tanácsadói arra kérték maradjon ott, mert máskülönben minden elveszne. A csatát végül egy váratlan esemény döntötte el, ugyanis a magyar király Ulászló nem akarta, hogy Hunyadi arassa le az összes dicsőséget, és amikor meglátta Murát szultán, akkor elhatározta, hogy megöli. Így Ulászló király önfejűen 500 lóas élén eltért az eredeti csatarendtől, és megtámadta Murádot. Csak hogy ez a tett végzetesnek bizonyult, mivel a szultán Jani csárjai megölték a magyar királyt. Ráadásul még Ulászló fejét is levágták, és egy láncsán körül hordozták a csatatéren. Ez az esemény eldöntötte a csata sorsát a törökök javára, mivel a magyar katonákat teljesen demoralizálta uralkodójuk elvesztése. A lelkes török csapatok ellen sorra menekültek el a magyar katonák, és már maga Hunyadi János sem tudta hadra fogni seregét, így ő is a menekülés mellett döntött. Végül Hunyadi is csak nagy nehezen tudott elmenekülni a csatából. Murát szultán a győzelem után nem igazán tudta üldözni a magyar katonákat, mivel Hunyadi teljesen szétverte lovasságát a csatában. Ráadásul nem hitte el, hogy ilyen könnyen legyőzte a törökverő magyar vitézt, és valamilyen cselt várt Hunyaditól. A csel azonban elmaradt, a magyar sereg pedig egy katasztrofális vereséget szenvedett Várnánál. A magyar sereg ötöde elesett a harcmezőn. Többek között meghalt a király és Cezarini Julián bíboros is. De Hunyadi is csak nagy nehezen tudott elmenekülni. Tovább tetézte az ország baját, hogy Hunyadi hazamenekülése során Havasalföldön keresztül közelítette volna meg Magyarországot. Viszont itt Vlad Drákul fejedelem ejtette a magyar hadvezért. Amikor ezt megtudták a magyarok, Hédervári Lőrinc Nádor és az országgyűlés egy fenyegető levelet küldött Barakulnak, aki ezért elengedte Hunyadit. A várnai csata után zűrzavaros helyzet volt az országban. Végül 1445 elején Hédervári Lőrinc Nádor egy országos gyűlést hívott össze, ahol hét főkapitányt választottak. A főkapitányok közül korábban négyen ulászlót, hárman pedig Lászlót támogatták a hatalmi harcban. Az ulászló pártiak közül Hunyadi Jánost, Újlaki Miklóst, Rozgonyi Györgyöt és Ország Mihályt, még a László pártiak közül pedig Bebek Imrét, Szent Miklósi Pongrácot és a cseh Ján Griskát választották be főkapitánynak. Nekik feladatuk a belső béke fenntartása, illetve az országgyűlési határozatok betartatása volt. A főkapitányok hét részre bontották az országot. Ez a felosztás különösen is kedvezett Hunyadi Jánosnak, hiszen ő kapta meg a Tiszántúlt és Erdét. Ráadásul legnagyobb szövetségese új lakimiklós a Dunatisza közét és a Dunántúlt kapta meg. A másik öt fő felvidéken osztozott. Így egyértelműen hunyadi került kedvező helyzetbe. Viszont a főkapitányok nem tudtak hatékonyan együttműködni, mivel csak Hunyadi vette komolyan a feladatot. Az 1445-ös országgyűlésen megállapodtak arról is, hogy ötödik Lászlót ismerik el Magyarország királyának, viszont ez csak akkor, ha Frigyes kiszolgáltatja őt az országnak és visszaadja a Szent Koronát is. Hunyadi befolyása tovább nőtt, mivel a várnai csatában elhunyt váradi püspök Dominis János helyére egyik legnagyobb hívét Vitéz János nevezték ki. A Nagyváradi Püspökség a negyedik legnagyobb rangú egyházi tisztség volt Magyarországon, és hatalmas jövedelemmel, valamint rengeteg erőddel járt, így Hunyadinak fontos volt, hogy hívét nevezzék ki ide. Azonban a főkapitányi rangjával nem nevezhette volna ki Vitéz Jánost a püspöki székbe. Így Bihar megye nevességével együtt egy levelet küldött a pápának, amely miatt IV. Jenő pápa 1445 végén kinevezte Hunyadi hívét Váradi püspöknek. Azonban Hunyadi Jánosnak erre hivatalosan nem lett volna joga, ugyanis a király hiányában a teljes országgyűlésnek kellett volna egy üzenetet küldeni a pápának. Minden esetre Hunyadi elérte, hogy egyik legfontosabb emberét nevezzék ki Magyarország egyik legjelentősebb tisztsége élére. Főkapitányként Hunyadinak egyből újabb török ellenes feladata támadt, ugyanis 1445 nyarán török csapatok törtek be az országba, és kezdtek fosztogatni a szerémségben. Hunyadi ezért csapatot gyűjtött, és megindította az alsó szávai hadjáratát. A hadjárat során az egyik este észrevétlenül rajta ütött a nagyobb létszámú török csapatokon, akik a váratlan támadás miatt meghátráltak. Ezt követően Hunyadi visszavonult az alföldi területeire. Azonban nem maradt ott sokáig, mivel magyar szempontból kedvező előjelek mentek végbe az oszpán birodalomban, és ezért Hunyadi egy újabb török ellenes hadjáratot tervezett. A törököknél az történt, hogy második Murát szultán visszatért főseregével kis Ázsiába, és pihenni szeretett volna, így megbízta fiát, Mohamedet, hogy legyen ő a szultán. Ráadásul 1445-ben még burgundi csapatok is érkeztek Magyarországra, akik rábeszélték második Vlad Drákult, hogy csatlakozzanak Hunyadiékkal, és támadják meg együtt a törököt. Hunyadiék meg is indultak a török ellen, és Kisnyi Kápoly városát kezdték el ostromolni. Azonban itt a török csapatok nem vállaltak csatát, hanem megpróbálták beljebb csalogatni a magyar, havasalföldi és burgundi szövetséges csapatokat. Ráadásul még Murát Szultán is visszatért Európába, és visszavette fiátul a hatalmat. Mivel Hunyadi tudta, hogy a seregük létszáma elenyésző a törökökéhez képest, így visszafordult és elhalasztotta a hadjáratot akkorra, amikor majd megérkezik a beígért támogatás a nyugati fejedelmektől. Ezután a magyar és havasalföldi katonák hazatértek, a burgundi és a pápai katonák pedig Konstantinápolyba mentek, hogy ott szervezzék a következő török ellenes összefogást. A havasalföldi vajda, második Vlad Drákul azonban amint hazaérkezett, elkezdett politikát váltani, és titokban a török felé kezdett el orientálódni. Hunyadi János, amikor ezt megtudta, rátört havasalföldre, és a magyar csapatok elől Vlad Drákul elmenekült az országából, így Hunyadi egy új vajdát nevezett ki havasalföld élére. A magyar belpolitikai helyzet sem javult az 1445-ös esztendőben. Az országgyűlés hiába küldött egy követséget Habsburg Frigyeshez, 5. László királyért és a Szent Koronáért, az osztrák előkelő nem adta át őket, így a magyarok eredménytelenül jöttek haza. Mivel Frigyes egyik legfőbb támogatója 5. László nagybátyja Cillei Urrik volt, ezért Ulászló halála után biztosítva érezte magát, és Horvátországban elkezdett hatalmaskodni. Ezért Hunyadit az országgyűlés kinevezte az ország kapitányává, és a magyar vitéz 1446. áprilisában egy 15.000-es sereg élén Cilleire támadt. Cillei úrikat váratlanul érte a támadás, és Hunyadi addig fosztogatta birtokait, amíg Cillei békét nem kért tőle. A békében Cillei megígérte, hogy újra alá fogja vetni magát Magyarország rendjeinek, és addig nem fog semmit sem csinálni az országban, amíg erre az országgyűléstől felhatalmazást nem kap. 1446-ban Magyarország továbbra is zűrös helyzetben állt, mivel Habsburg Frigyes még mindig nem adta ki 5. László királyt. Ezért egy országgyűlést hívtak össze, ahol elismerték újra, hogy 5. László Magyarország törvényes királya, és ha kell, akkor fegyverrel fogják kiszabadítani. Viszont az országgyűlésen egyre nagyobb befolyást szerző Hunyadi János elérte, hogy közfelkiáltással megszavazták, hogy ameddig 5. László király kiskorú, addig átmenetileg a törökverő magyar vitéz irányíthassa az országot kormányzóként. Hunyadi ebben a tisztségben azonban nem egyedül gyakorolhatta a hatalmat Magyarországon, mivel egy állandó országos tanácsot rendeltek el mellé. Kormányzóként csak ennek az országos tanácsnak az engedélyével adományozhatott birtokot, bíráskodhatott és használhatta a királyi jövedelmeket. Végül Hunyadi a királyi jövedelmek terén függetlenítette magát és szabadon felhasználhatta azokat. Ekkor már Hunyadi Jánosnak óriási befolyása volt Magyarország felett. 28 vár, 57 mezőváros, több mint ezer falu és nagyjából 4 millió holdnyi földterület állt a rendelkezésére. Így magánvagyon a bűven meghaladta a királyét is. Emellé még a király és a királyné összes várát is a kormányzó rendelkezésére bocsátották, így Hunyadinak még tovább nőtt befolyása az országban. A kormányzónak kinevezett Hunyadi 1446-ban nyugatra indult és megtámadta Habsburg Frigyest. Frigyest azért támadta meg, mivel az nem adta vissza sem László királyt, sem pedig a koronát. Ráadásul Frigyes még a magyar belháború során elfoglalt pár várat az ország nyugati részén, amelyeket addig akart birtokolni, ameddig a magyarok nem fizetik ki a kölcsönt, amit még Erzsébetnek adott. Ezen kívül csapatai folyamatosan betörtek az ország nyugati részére, és fosztogattak. Így a Magyar Országgyűlés úgy határozott, hogy Hunyadi indítson egy hadjáratot Frigyes ellen, viszont Ausztriát kímélje meg, mert az 5. László királyi birtoka, így Hunyadi csak Frigyes saját birtokait fosztogassa. Hunyadi el is kezdte fosztogatni Stájerországot, Karintiát és Krajnát. Azonban Frigyes nem adta meg magát, így Ausztriát is kifosztotta a magyar kormányzó. Ráadásul Hunyadi egyre jobban közelített Bécs felé, így a megijedt Frigyes kénytelen volt beleegyezni, hogy visszaadja Hunyadinak Győrvárosát és a magyarországi területeket, amiket megszállva tartott. Így 1440. decemberében Hunyadi eljött Ausztriából. 1447-ben Hunyadi János újból Havasalföld ellen támadt, mivel az előzött Vlad Drákul a török segítségével visszatért Havasalföldre, és miután ott visszaszerezte a hatalmat, még Erdélybe is betört. Hunyadi ezért észrevétlenül Havasalföldre ment, és rajta ütött második Vlad Drákul seregein. Drákult két fiával együtt elfogták. Az egykori fejedelmet és egyik fiát lefejeztette Hunyadi, míg a másik fiát a Drákul helyére kinevezett negyedik Dán havasalföldi fejedelem megvakította. Negyedik Dán Hunyadi embere volt, és azzal, hogy a kormányzó őt nevezte ki, megerősítette havasalföld magyar hűbér Uraságát és a déli határvédelmet is. Ezután Hunyadi kormányzóként a külső békét biztosítva egy nagy török ellenes hadjáratra készült. Viszont 1447-ben egy kedvezőtlen esemény történt Hunyadi számára, mivel meghalt negyedik Jenő pápa, és a helyére kinevezett ötödik Miklós kevésbé volt érdekelt a törökök Európából való kiűzésében. Miklós pápa sokat dolgozott azon, hogy kibékítse Frigyest és Hunyadit. Mivel Frigyes azt szerette volna, hogy német-római császárra koronázza a pápa, ezért hajlandónak mutatkozott békét kötni Hunyadival. 1447. június 1-én egy fegyverszünetet kötöttek Radkersburgban, ahol megállapodtak, hogy a békéért cserébe Frigyes megtarthatta a Szent Koronát és a kezein lévő magyarországi városokat. Hunyadi azért ment bele a számára kedvezőtlen békébe, mert egy újabb török ellenes hadjáratra készült. Ötödik Miklós pápa anyagilag nem támogatta Hunyadi hadjáratát, viszont hercegi címmel tüntette ki a magyar kormányzót és egy aranyláncon függő melkeresztet adott neki. Azonban Hunyadi nem élt a hercegi címmel, és a keresztet pedig a gyulafehérvári káptalannak ajándékozta. A pápának pedig azt üzente, hogy nem címeket szeretne, hanem katonai segítséget. Tovább nehezítette Hunyadi helyzetét, hogy 1447 nyarán meghalt az egyik fő támogatója, Hédervári Lőrinc Nádor. Helyére az országgyűlés Garai Lászlót nevezte ki, aki Hunyadi egyik legnagyobb riválisának, Cillei Urriknak volt a szövetségese mivel 5. László Cillei Úrrik unokaöccse volt, így Hunyadi túl nagynak érezte riválisai befolyását, és egy új utat keresett, hogy megoldja a király kérdést. Már 1440. -a decemberében felvette a kapcsolatot 5. Alfonz nápoi királlyal, hogy felajánlja neki Magyarország trónját, ha Habsburg figyessel nem sikerülne megállapodnia. 1447. novemberében még egy szerződést is kötött Hunyadi János Alfonzzal, amelyben a nápoi király megígérte, hogy amennyiben Magyarország királya lehet, úgy 100 forintot adna a Balkán visszafoglalására, és megerősíteni Hunyadit kormányzói tisztségében is. Azonban az egyezményből végül nem lett semmi, mivel Alfonz király a pénzelküldése helyett inkább elkezdett alkudozni Hunyadival, így végül a magyar kormányzó nem kapott semmilyen támogatást a nápoi királytól. Hunyadi János hiába küldött követeket Alfonz mellett még Velencéhez és Genoához, a követei csupán csak szép szavakkal tértek vissza, katonai segítséggel viszont nem. Eközben a török egyre jobban le akarta igázni Hunyadi egyik legnagyobb szövetségesét, Kastrióta Györgyöt. A török fősereg Albániában harcolt, ahol be akarták venni az ország fővárosát, Króját. Hunyadinak az volt a terve, hogy megsegíti szövetségesét, és ameddig Murát szultán Skanderbéget támadja meg seregeivel, addig hátba támadta volna a törököket. Mivel Hunyadi külföldi segítséget nem kapott, így országon belül próbált volna meg minél nagyobb hadsereget összetoborozni magának. 1448. májusában egy országgyűlést hívott össze Budára, amelynek az lett volna a célja, hogy legyen elég katonája Hunyadinak. Azonban ez a kísérlete nem járt sikerrel, mivel a magyar nemesek nem féltek a töröktől, mert azok csak Albániában hadakoztak messze az országhatártól. Így csak kevesen ajánlkoztak a hadjáratban való részvételre. Tovább nehezítette Hunyadi helyzetét, hogy korábbi szövetségese, Brankovics György, szerb despota, nemhogy nem vett nem részt a hadjáratban, hanem még el is árult a második Murát szultánnak Hunyadi tervét. Hunyadi János a kedvezőtlen előjelek ellenére 1448. júliusában indult el csapataival a hadjáratra. Kedvezőtlen volt a magyar kormányzó számára, hogy 5. Miklós pápa pénzbeli támogatás helyett inkább azt tanácsolt a Hunyadinak, hogy halassz el egy évvel a hadjáratot. Hunyadi János nem hallgatott 5. Miklósra, és felszólította a pápát és Foszkarini velencei dózsét is, hogy nyújtsanak segítséget neki. Azonban tőlük nem, hogy katonai, de még anyagi segítséget sem kapott. Hunyadi János egy 24 ezres magyar hadsereget tudott kiállítani, és velük indult a törökök ellen. Hozzácsatlakozott még negyedik Dán havasalföldi vajda is 8000 emberrel. A magyar kormányzó ezen kívül számított még a szerb despota Brankovics György és az albán fejedelem Skanderbék seregeire is. Így, ha összejött volna Hunyadi becslése, akkor a hadserege létszáma nagyjából azonos lett volna, mint az 1443-as hosszú hadjáratban. 1448. szeptember 28-án Hunyadi serege átkelt a Dunán. Azonban ekkor hírt kapott arról, hogy a szerb despota Brankovics nemhogy nem küldött neki csapatokat, hanem még második Murát szultánt is értesítette a magyarok tervéről. Ezért Hunyadi János elkobozta Brankovics összes magyarországi birtokát, seregével pedig kifosztotta a szerb despota tartományát, és úgy indult a törökök felé. Szintén rossz előjel volt Hunyadi számára, hogy hírt kapott arról is, hogy a török felhagyott krója ostromával és Hunyadiék ellen indultak. A magyar kormányzó ekkor eldöntötte, hogy Rigó mezőnél fognak megütközni a törökkel. Hunyadi azt tervezte, hogy amíg ő a török sereget szemből támadja majd meg, addig a felszabadult szövetséges eszkanderbék majd hátba támadja Murát csapatait, és így legyőzik a törököket. Azonban hiba csúszott Hunyadi számításaiba. Mivel Murát Szultán, amint meghallotta Brankovics-tól, hogy jön Hunyadi, és hátba akarja támadni, egyből békét ajánlott Skanderbégnek. Ebben a békében a szultán átengedte volna Kastriótának egész Albániát, azzal a feltételel, hogy évente fizetnie kell tízezer aranyat a töröknek. Kastrióta György ugyan nem fogadta el az ajánlatát a szultánnak, viszont Hunyadit is cserben hagyta, mivel nem ment el Rigómezőre összecsapni a törökkel. A magyar kormányzó tehát hiába várt a Skanderbéget, egyedül kellett szembenézni a nagyjából 150-200 ezer fős török hadsereggel. A felek 1448. október 17-én meg is ütköztek a második Rigó mezei csatában. Hunyadi a nagy török túlerő miatt egy nagyon jól védhető helyszínt választott ki magának, ahova a magyarok besáncolták magukat. Murát szultá, mivel tudta, hogy ott nem érvényesülhet számbeli fölényük a törököknek, ezért ki akarta csalni hunyadiékat, és úgy tett, mintha elvonulnának seregeivel. Ezt meglátva a magyarok elkezdték üldözni a törököket, így kilettek csalva a nyílt terepre a jól védhető helyükről hunyadék. Az október 17-i csatában a török túlerő miatt a magyar jobb szárny eléggé meggyengült, és Hunyadinak csak nagy nehezen sikerült visszarendeznie azt. Ráadásul még a magyar kormányzó lovát is megölték a csatában a törökök, és Hunyadi János majdnem életét is vesztette. A magyar hadvezér egy Tivadar nevű Hunyad megyei vitéznek köszönhette életét, aki átengedte Hunyadinak lovát. Másnapra a magyarok már teljesen ki voltak merülve. Ezzel szemben a törököknek még volt egy 40 ezres, eddig érintetlen csapata, akik még frissek voltak, így a magyarok számára nagyon kedvezőtlenek voltak az előjelek. Hunyadi ezért megpróbált október 17-én éjjel rátámadni a törökre, de az akciója nem járt sikerrel. A kimerült magyarok a pihent törökök ellen hősiesen küzdöttek másnap, de eredménytelenül. Ráadásul a havasalföldi fejedelem Dán még Alkuba is bocsátkozott a törökkel, és seregeivel kiállt a csatasorba, amelyel teljesen megzavarta a magyar sereget. Hunyadi látta, hogy a csata elveszett, és nagy nehezen elmenekült a harcmezőről. Azonban a kormányzó sógora Szilágyi Mihály nem járt ekkora szerencsével, és török fogságba esett. A második Rigó mezei csatában 17 ezer katona vesztette életét Hunyadi seregéből, míg a török oldalon 30-35 ezer ember halt meg. A csatából Hunyadi János kormányzó is egy kifejezetten kalandos úton került haza, ugyanis Hunyadi hátrahagyta kísérletét, hogy ne keltsenek feltűnést. Azonban lova nem sokkal később az éjségtől teljesen kimerült, így attól is meg kellett válnia, úgyhogy gyalog próbált eljutni Magyarországra. Egyszer egy portyázó török csapat majdnem rátalált a magyar kormányzóra, de előlük egy tóban el tudott rejtőzni. Egy másik török csapat azonban már ténylegesen megtalálta Hunyadit. Viszont a magyar vitéznek szerencséje volt, mivel a törökök nem ismerték fel. Így csak két katonát hagytak Hunyadira, hogy őrizzék, a többiek pedig folytatták tovább portyájukat. Viszont a két török katona összeveszett Hunyadi aranyláncán, és amíg egymással dulakodtak, addig a fogoly kormányzó egy hirtelen mozdulattal kirántotta az egyik török kardját, és megölte korábbi viselőjét. A másik török viszont elfutott Hunyadi elől. Hunyadi ezután folytatta haza Magyarország felé. Hogy ne keltsen feltűnést, direkt kerülte a falvakat és a városokat, így az erdőkön keresztül próbált Magyarországra jutni. Mivel Szerbián keresztül haladt Magyarország felé, ezért nagyon óvatos volt a magyar kormányzó, hiszen tudta, hogy a szerb despota Brankovics György kifejezetten haragszik rá, hogy feldúlta az országát. Azonban a magyar kormányzót már egyre jobban gyötörte az éjség, így nem bírta tovább, és Kladovó környékén egy mezőn dolgozó szerbektől ételt kért. A szerbek adtak is neki kenyeret, hagymát és vizet is, Azonban nem sokkal később felismerték Hunyadit és elfogták a magyar kormányzót. Hunyadit a szerbek Szendrűre vitték, ahol Brankovics Györgybe börtönöztette. A szerb despota állítólag még Murát szultánnak is felajánlotta Hunyadi Jánost, de az visszautasította Brankovics lovagiatlan ajánlatát. Azonban Hunyadi hívei nem törődtek bele, hogy Brankovics fogva tartja a magyar kormányzót, és ezért mindent megtettek, hogy kiszabadítsák Hunyadit. El is kezdtek Brankovicsal alkudozni, és megegyeztek abban, hogy ha a szerb despota kiengedi a kormányzót, akkor cserébe visszakaphatja magyarországi birtokait, és megígérték neki, hogy a magyar hadak innentől nem mennek Szerbián keresztül a török ellen támadni. Ráadásul Brankovics még azt is elérte, hogy hunyadék fizessenek neki további tízezer forintot váltságdíjként, és a magyar kormányzó idősebbik fia, László, kezes gyanánt nála maradjon, és vegye feleségül unokáját, Cillei Erzsébetet. Cillei Erzsébet Brankovics György lányának, Brankovics Katalinnak és Cillei úrriknak volt a gyereke. Őt végül viszont nem László vette feleségül, hanem Hunyadi kisebbik fia Mátyás. A hosszas alkudozás után Hunyadi János végül kiszabadulhatott, és örömmel fogadták otthon a törökverő magyar vitézt. Viszont a Cillei Garai Brankovics Liga teljesen megerősödött az országban, amely a hunyadiak számára kedvezőtlen helyzetet eredményezett. A Rigó mezei csata után az eddig sem túl lelkes ötödik Miklós pápa azt tanácsolta Hunyadi Jánosnak, hogy egyelőre ne indítson több török ellenes hadjáratot, hanem inkább szilárdítsa meg belpolitikai helyzetét Magyarországon. Hunyadi ezért 1449-ben hatalma bebiztosításához szövetséget kötött a szomszédos fejedelmekkel. István Tamás Bosnyák király és Bogdán, Moldvai Vajda is hűséget fogadott Hunyadinak. Ezután Hunyadi külpolitikailag akarta levédeni magát, és egy hét évnyi fegyverszünetet kötött a törökkel. Murád szultán kifejezetten engedékeny volt békét kötni, mivel egyelőre nem Magyarországra koncentrált, hanem a Balkánon akart egyre jobban terjeszkedni előre. Ezért 1449-ben újra egy százezer fős sereget vezényelt Kasztrióta György ellen, de Hunyadi ebbe a konfliktusba ezúttal nem segítette korábbi szövetségesét. Miután Hunyadi biztosította külpolitikai helyzetét, megpróbálta megszilárdítani a hatalmát az országban. Elsőként egy csapatot küldött a felvidékre, a cseh Ján Giskra ellen. A csapatot Hunyadi unokatestvére Székely Tamás vezette. Azonban Giskra legyőzte Székely seregeit, így Hunyadi saját maga ment Giskra ellen, Viszont a csevítést ő sem tudta legyőzni. Végül a kormányzó nem hadi úton rendezte a helyzetet, hanem 1450. március 28-án Giskrával megkötötték a Rimaszombati békét. Ebben a békében megállapodtak, hogy Giskra megtarthatta Kassát, Lőcsét, Eperjes, Bártfát, Körmöcbányát, Selmecbányát, Besztercebányát és Zójom És ezek saját birtokai lehettek illetve megegyeztek arról is, hogy Giskra zsoldosai kaptak még 10.600 aranyforintot Hunyaditól, cselébe pedig Giskra megígérte, hogy elhagyják az országot. A Magyarországgyűlés 1450-ben meg is erősítette a magyar kormányzó és a csevítész közötti békét. Ezen az országgyűlésen egy másik békéről is tárgyaltak, ugyanis 1449. júniusában lejárt hunyadi fegyverszünete Habsburg Frigyessel, így kérték 5. Miklós pápa közbenjárását a béke érdekében. Az országgyűlésen a hunyadit korábban fogvatartó Brankovics György is szóba került. Brankovics ellen hunyadi bosszú hadjáratot tervezett, és esze ágában sem volt visszaadni neki magyarországi birtokait. Azonban Brankovics, hogy bebiztosítsa magát, szövetséget kötött Újlaki Miklóssal és Garai Lászlóval is, akik hunyadi után az ország két legjelentősebb főúrai voltak. Azonban a magyar kormányzó elérte, hogy 5. Miklós pápa érvénytelenítette a Brankovicsnak tett ígéreteit, mondvá, hogy Hunyadinak kényszer alatt kellett aláírnia. Hunyadi továbbra is birtokolta a szerb despota magyarországi területeit, azzal az ürügyjel, hogy az ottani jövedelmeket a török ellenes harcra fordíthassa. Így lefoglalta Brankovics birtokait, és többek között olyan nagyvárosokat szerzett meg magának, mint Munkács, Debrecen, Tokaj és Szatmár. Brankovics azonban nem akarta odadni birtokait a magyar kormányzónak, így Hunyadi 1450. július végén betört Szerbiába. Ráadásul Brankovics még Murát szultánra se számíthatott a Hunyadi elleni harcban, hiszen az Albániával volt elfoglalva. Így Hunyadi János betörése következtében kénytelen volt elfogadni a kormányzó feltételeit, és elengedte Hunyadi Lászlót is. Ezt követően Hunyadi egy békét kötött Frigyessel 1450. október 22-én, Ebben a békében megállapodtak arról, hogy Habsburg Frigyes magánál tarthatja a Szent Koronát és ötödik Lászlót egészen addig, amíg a magyar király nagykorú nem lesz. Cserébe viszont elfogadta Hunyadit Magyarország törvényes kormányzójának. A szerződés alapján Frigyes 1458-ban adta volna ki ötödik László királyt a magyaroknak. Azonban Hunyadi János ellen a legnagyobb ellenfelet, Cillei Úrrik újra szervezkedni kezdett. Cillei egy csoport élén megvádolta a magyar kormányzót, hogy egyeduralomra tört, és direkt hagyta a királyt Frigyesnél, hogy ő uralkodhasson és a családjának minél több birtokot szerezhessen. Azzal is megvádolták Hunyadi Jánost, hogy a magyar királyi székre pályázik. Cillei úrrik rávette Garai Lászlót és Hunyadi korábbi szövetségesét, Újlaki Miklóst, hogy csatlakozzanak hozzá. Rajtuk kívül felvették a kapcsolatot még Giskrával és Brankovicsal is, és azt tervezték, hogy kiszabadítják László királyt és félreállítják a magyar kormányzót. Amikor ezt 1451-ben Hunyadi megtudta, akkor újra megtámadta volna Brankovicsot. Viszont rávették, hogy ne tegye, és inkább kössön békét a szerb despotával. A megállapodásukban megbeszélték, hogy Hunyadi János második fia, Mátyás feleségül kell vegye Brankovics unokáját, Cillei Erzsébetet. Ezen kívül még abban is megállapodtak, hogy Hunyadi János csak öt város tartott meg a Brankovics-tól elvett területekből, Munkács, Debrecen, Nagybánya, Böszörmény és Szatmár németi városát. A többi területet azonban visszaadta a magyar kormányzó. Viszont volt egy olyan feltétel, hogy innentől kezdve Brankovicsnak a magyar birtokain csak is magyar várkapitányokat szabadott alkalmaznia. Ráadásul a szerdespota és a magyar kormányzó még arról is megegyeztek, hogy ha Mátyás és Színlei Erzsébet házassága valamiért nem valósulhatna meg, akkor Brankovics birtokai a Hunyadi családra szállnának, illetve ha valamelyikük meghalna, akkor a barátság megmarad a két család között. A szerb despota ezután egy olyan megbízást kapott Hunyadi Jánostól, hogy segítsen egy törökkel való békét nyílbeütni. Ugyanis a törököknél változott a hatalmi helyzet, hiszen 1451. február 9-én meghalt Murát szultán, és utódja végül fia, második Mohamed lett. Ő egy három évnyi fegyverszünetet kötött is Hunyadival és László havasal földi Vajdával. Miután Hunyadi újból biztosította a fegyverszünetet a törökkel, ismételten megpróbálta stabilizálni a hatalmát az országban, és megtámadta Giskrát. Mivel a cseh vezér nem, hogy nem tartotta be az egyességüket és az országban maradt, hanem még több huszitát is hívott Magyarországra, és új területeket foglalt el csapataival. Hunyadi ezért megtámadta Giskrát, és megostromolta Losonc várát. A hírhallatára Giskra Hunyadi ellen vezette seregét, és krülzálták a magyar kormányzóikat. Tovább nehezítette Hunyadi helyzetét, hogy a magyar főurak elárulták és elmenekültek a csatából. Ráadásul még a losonci várvédők is kitörtek a várból, így Hunyadi serege két tűz közé került és vereséget szenvedett. A vereség után egész felső Magyarország Giska kezébe került, aki elkezdte feldolni Hunyadi birtokait. A felbőszített kormányzó ezért újra összeszedte csapatait, és immár egy nagyobb sereggel tört be Giskra birtokaira fosztogatni. A csevitéz nem mert Hunyadival nyílt csatát vállalni. Ráadásul Hunyadi még Giskra egyik legfontosabb városát, Beszterce bányát is felégette. Azonban az országos tanácsnak nem tetszett, hogy a kormányzó Giskra birtokait fosztogatja, hiszen tagjai közül többen voltak Hunyadi ellenségei, mint a kormányzó barátai. Így békét akartak kötni a Csevitézzel, és ezért Hunyadinak vissza kellett vonulnia. Hunyadi és Giskra korábbi békéjüket újították meg, és a Csevitéz megígérte, hogy innentől felhagy minden további terjeszkedéssel. Eközben Bécsben Hunyadi számára kedvezőtlen események alakultak. Ugyanis a magyarok folyamatosan bírálták Hunyadi 1450-es békéjét Habsburg Frigyessel, hiszen ebben az osztrák vezetővel megállapodott arról, hogy László király 18 éves koráig, tehát 1458-ig Frigyesnél kell, hogy maradjon. A kijelölt időpontig pedig Hunyadi János kormányozza majd Magyarországot, Podgyebrád Györgysa országot, Ausztriában pedig maga Frigyes uralkodna. Azonban Ausztriában Frigyes nagyon népszerűtlen volt, és a lakosság egyáltalán nem szerette. 1451-ben Frigyes Rómába ment, hogy német-római császárra koronázza 5. Miklós pápa. A leendő német-római császár vitte volna magával László királyt is, Ausztria vezetését pedig megbízottaira hagyta volna, akiket a bécsiek még Frigyesnél is jobban gyűlöltek így Bécs polgárai egy lázadást robbantottak ki Frigyes ellen, amely során Eisinger Ulrik vezetésével átvették a város feletti irányítást. Eisinger Ulrik először megpróbálta volna megszöktetni László királyt, viszont ez nem sikerült neki. Ezután táborába bevette a cilleieket is, és még Hunyadival és Spodjebráddal is szövetségre lépett 1452-ben szövetségük célja a közös uralkodójuk kiszabadítása volt, és ezért egy követet küldtek a pápához, 5. Miklóshoz az ügy érdekében. Bécsben a Magyar-Osztrák-Cseh Szövetség másról is döntött, ugyanis közösen megvádolták Giskrát szerződés szegéssel, és felszólították a csevitést, hogy adját birtokait Cillei úrriknak. Azonban Hunyadinak az nagyon nem tetszett, hogy a riválisa egyre nagyobb befolyást akar magának Magyarországon szerezni. Cilleiek követsége a pápánál nem járt sikerrel, ugyanis 5. Miklós kiállt Frigyes mellett, és 1452. márciusában harmadik Frigyes néven német-római császárra koronázta a Habsburg vezetőt. Ráadásul még meg is fenyegette a magyar követeket azzal, hogy egyház játokkal fogja sújtani azokat, akik harmadik Frigyes gyámságát megkérdőjelezik László király felett. Az újdonsült német-római császár 1452. júniusában tért vissza 5. Lászlóval helyre. A magyar, osztrák és cseh csapatok azonban nem fogadták el a pápa döntését, és csapatokat vonultattak fel Friyes ellen. Azonban a magyarok nagyon kevesen voltak ebben a seregben, mivel Hunyadi nem akart egy fegyveres konfliktust a német-római császárral. A szövetségesek ellen Frigyes is sereget gyűjtött magának, viszont Bécsúj helynél végül legyőzték a császárt. Így harmadik Frigyesnek 1452. szeptemberében át kellett adni a Cillei Urriknak a 12 éves László királyt. Cillei, Úrrik ugyan ötödik László nagybátyja volt, viszont nem kapott felhatalmazást egyik nemzettől sem, hogy László királygyámja lehessen. Ez Cilleit egyáltalán nem érdekelte, és a királygyámja lett. Mindenféle mulatságokra vitte a 12 éves uralkodót, aki emiatt nem tanult, hanem egy léha életet kezdett el élni. Cillei első dolga az volt, hogy Bécsbe vigye László királyt, ahová meghívta az országai követségeit. Hunyadi János azonban nem ment el a magyar követséggel, hanem maga helyett idősebbik fiát, Lászlót küldte. Cillei ezért a magyar kormányzót kedvezőtlenül tüntette fel László királynak. Miután Hunyadi János erről értesült, 1453. januárjában önként lemondott a kormányzói tisztségéről, hogy eloszlassa azokat a plegykákat, hogy egyeduralomra törne Magyarország felett. Cillei ekkor megegyezett a korábbi magyar kormányzóval, és elérte, hogy 5. László király Hunyadit Magyarország főkapitányává és a királyi jövedelmek kezelőjévé nevezze ki. Ezen kívül Hunyadit még Beszterce város örökös grófjává is kinevezték, egyik legfőbb hívét Vitéz János pedig a titkos kancellária élére ültették. Hunyadinak főkapitányként még nagyobb hatalma is lett, mint korábban kormányzóként, hiszen most már az országos tanács engedélye sem kellett ahhoz, hogy döntést hozhasson. Hunyadi János úgy egyezett meg Cillei úrrikkal, hogy a főkapitánynak az ország jövedelméből 24 ezer forintot 5. Lászlónak, 12 ezret pedig Cilleinek kellett adnia, míg a többi pénzt szabadon felhasználhatta Hunyadi. Tovább javította Hunyadi János helyzetét, hogy 1453-ban 5. László egy országgyűlést hirdetett Pozsonyban, ahol a magyar főkapitánynak további birtokokat adományozott, és Cillei úrrik mellé kinevezte a 20 éves Hunyadi Lászlót Horvátország és Dalmácia bányává. Ráadásul László király elérte, hogy a magyarok fizessék ki Giskrának a birtokai árát, és ezután a cseh katona hagyja el az országot. Ehhez egy új adót is bevezettek Magyarországon, és miután Giskra megkapta a pénzt, el is ment Magyarországról, így ez a probléma is megoldódott Hunyadi számára. Hunyadinak, tehát 5. László tényleges uralkodásának elején kifizetődő volt a cilleivel kötött szövetsége. Ebben a szövetségben Magyarországban Hunyadi János, Csehországban Podgyebrád György, és Ausztriában pedig a királygyámja Cillei Úrrik lett teljhatalmú vezető. Így Hunyadinak ezzel 1453-ban nagyobb hatalma volt, mint korábban kormányzóként. Azonban ez a szövetség akkor ért véget, amikor 1453. szeptemberében Eitzinger bécsi csapatai átvették a hatalmat Cillei Úrriktól, és egy 12 tagú tanácsot állítottak fel a bécsi ügyek intézésére. Miután megszállták a királyi palotát, Cillei kénytelen volt elmenekülni. Ezt követően cilleik került az uralkodó mellől, így Hunyadi többi nem küldött neki 12 ezer forintot évente, így a szövetségük megszűnt. Hunyadi viszont Podgyebrát Györgyel egy szorosabb szövetséget kötött, és október 28-án ő is részt vett azon az ünnepségen, amikor 5. László cseh királyák koronázták. Tehát 1453-ban Hunyadinak óriási hatalma volt az ország felett. A magyar vitéz sokszor a király pecsétjével adott kirendeleteket, és 5. László helyett kormányozta az országot. További a vitott hunyadi helyzetén az a tény, hogy főkapitányként már az ország tanács engedélyese kellett, így szabadon intézkedhetett. Ráadásul ekkorra már jelentősebb birtokai is voltak Hunyadinak, így nagyobb tekintélyének is örvendett. 1453-ra már 13 várnak is ő volt az ura. Ráadásul Cillei bukásával még jobb lett hunyadi helyzete, hiszen a 12 ezer aranyforint éves bevételt is megtartotta. 5. László király első megbizatása az volt, hogy megkérte a magyar főkapitányt, hogy űzze ki Aksamit Pétert az országból. Aksamit Giskra katonája volt korábban, és nem ment el a csevitézzel, amikor az elhagyta az országot. Hanem egy csapat élén a felvidéken maradt fosztogatni. Ezért a király hunyadit bízta meg, hogy verje le a cseh zsoldos vezért. Viszont Hunyadi hiába próbálta, nem tudta teljesen megtörni Aksamitot, így ötödik László kénytelen volt fizetni neki és a saját szolgálatába állítani. 1453-ban egy magyar szempontból végzetes esemény történt Európában. Ugyanis a második Mohamed szultán elfoglalta Konstantinápoly városát. Ugyan a bizánci császár Konstantin Paleológus hősiesen az utolsó lehelletéig küzdött, de a török túlerő végül győzött, és miután második Mohamed elfoglalta bizáncot, átnevezte a várost Isztambullá, és ide helyezte birodalma központját. A hír hallatára egész Európa megrendült, és az eddig kevésbé lelkes 5. Miklós pápa is egy keresztény ellentámadást akart volna hirdetni a következő évre. Ezért 1454-ben egy országgyűlést hívtak össze Budára, ahol 5. László nem jelent meg, csak megbízottakat küldött. Ezen az országgyűlésen megbízták Hunyadi Jánost egy török elleni hadjárat megszervezésével, aki fegyverbe szólította a teljes magyar nemességet. Konstantinápoly után második Mohamed Szultán következő célpontja Szerbia elfoglalása volt, és 1454-ben fel is szólította az ekkor 87 éves Brankovics Györgyöt, hogy adját neki tartományát. A szerb despota ezért 5. Lászlótól és Hunyaditól kért segítséget. Hunyadi ezért betört Bulgáriába és elvert néhány kisebb török csapatot. Így Mohamed Szultán úgy döntött, hogy eláll a tervétől és majd a következő évben támad. Hunyadi a sikeres betörése után diadalmenetben tért haza a Fehérvárra, ahol a 11 éves fiát Mátyást lovaggá ütötte. A következő évben, 1455-ben Hunyadi számára kifejezetten kellemetlen események következtek be. Ugyanis februárban László király visszahívta Cillei úrrikot, ami miatt Erzinger lemondott a tisztségéből. Cillei kifejezetten dühös volt Hunyadira, hiszen miután menesztették a király korábbi gyámját, a magyar főkapitány nem fizette neki az évi 12 ezer forintot. Ezért megújította a korábbi szerződését a Nádorral, Garai Lászlóval és az erdélyi Vajdával, Újlaki Miklóssal, amely Hunyadi János ellen irányult, és az volt a célja, hogy megbutassa a magyar főkapitányt. Ráadásul Cillei a királynak folyamatosan rosszakat mondott Hunyadiról, és azzal vádolta meg, hogy a magyar koronára tör, és nagyobb hatalma van az országban, mint magának ötödik Lászlónak. Azzal is megvádolta Hunyadit, hogy összejátszik a törökkel, és az a célja, hogy elvegye a magyar király hatalmát. A 15 éves László királyt arra is emlékeztette Cillei, hogy Hunyadi korábban Erzsébet királyné ellen a jagelló Ulászlót pártfogolta, és azzal vádolta a korábbi magyar kormányzót, hogy még Ulászlót is elárulta a várnai csatában. Azt tanácsolta a Cillei 5. Lászlónak, hogy hívják Bécsbe a magyar főkapitányt, és végezzenek vele. 5. László király Bécsbe is hívatta Hunyadi Jánost, hogy végezzen a korábbi kormányzóval. A királyi kancellár vitézi János azonban időben értesítette Hunyadit, hogy mi készül ellene, így a magyar főkapitány azt üzente László királynak, hogy Magyarországon belül bárhol találkozik az uralkodóval, de Bécsbe nem megy, Ezután cillejék még tovább áskálódtak Hunyadi ellen, azzal vádolva, hogy azért hívja Magyarországra a főkapitány ötödik Lászlót, hogy trónfoszthassa az uralkodót. Ezért, hogy Hunyadi igazolja ártatlanságát, megüzente, hogy egy királyi menlevéllel is hajlandó lenne Bécsbe menni, amit cillejék meg is ígértek neki. A korábbi kormányzó győrből elindult Bécs felé ezer ember kíséretében. A megbeszéltek értelmében mennél kellett volna találkozniuk, azonban László király még nem jött meg. Ekkor tovább indult Hunyadi, hogy a király elébe menjen, de csupán Cilleivel és annak 40 emberével találkozott, akik azt mondták a főkapitánynak, hogy ott felejtették a királynál a menlevelet. A felbőszült Hunyadi tudta, hogy Cillei csapdába akarta csalni, és meg akarták ölni. Ezért azt mondta Cilleinek, hogy most a király miatt még megkíméli életét, de ne is próbálkozzon többé ilyen cselszövéssel, mert legközelebb hasonló esetben meg fogja ölni Cillei úrikat. Miután Hunyadi hazatért és Cillei tervét megtudta az ország, egyből zúgolódni kezdtek ellene és a király ellen. Cilleiék ezért újra behívták a cseh az országba, hogy fosztogasson. Az 1455-ös év első felében meghalt 5. Miklós pápa, és helyette április 8-án új pápát választottak Rómában, harmadik Kallixtuszt. Ő szintén támogatta a török elleni keresztény összefogást, és Magyarországra küldött egy ferences szerzetest, Kapisztrán Jánost, hogy toborozzon keresztes sereget a törökök ellen. 1455-ben országgyűlést hívtak össze Győr városában, ahol Brankovics György szerbdespota kérte, hogy segítsenek neki a magyarok, és erre a célra egy tízezer fő zsoldos sereget is biztosított volna. Hunyadi az országgyűlésen felajánlotta, hogy ő is biztosítana tízezer katonát önköltségen. Továbbá felszólította 5. László királyt, a burgundi fejedelmet, Kalixtus pápát és a többi olasz fejedelmeket is, hogy küldjenek 20-20 ezer -20 katonákat a keresztény seregekhez. Ezáltal egy 100 ezer fős hadsereggel számolt, amelyet már elegendőnek tartott ahhoz, hogy kiűzze vele a törököket Európából. Azonban Kapisztrán János megmondta Brankovics Györgynek, hogy Kalixtus pápától csak akkor számíthat segítségre, ha ortodox hitéről áttér a katolikusra. Az ekkor már 90 éves Brankovics ezen hihetetlenül felháborodott, és ott hagyta a magyar országgyűlést, így hunyadi török elleni tervéből végül nem lett semmi. Második Mohamed Szultán 1455-ben Szerbia ellen indított hadjáratot, viszont seregében felütött a pestis járvány, így vissza kellett fordulnia. Azonban a szerb despota Brankovics György elkezdett a szultán felé orientálódni, hogy megóvja országát a török támadástól. Így Mohamed következő célpontja már Magyarország volt. Ezért 1455-ben Budán országgyűlést hívtak össze, ahol látszólag kibékült Hunyadi cilleivel és László királlyal is. A megállapodásuk értelmében Hunyadi csak az ország déli részének a kormányzását tarthatta meg, és a többi várát át kellett adnia 5. Lászlónak. Idősebbik fiának, Hunyadi Lászlónak pedig le kellett mondania a horvátországi báni tisztségéről Cillei úrrikja javára. Ráadásul a korábbi kormányzó kisebbik fiát, Mátyást, túlzgyanánt átengedte 5. Lászlónak, aki felvette a kamarásai közé és összeházasította Cillei Erzsébettel. Így Hunyadi Mátyásnak Bécsbe kellett költöznie, újdonsült feleségét viszont nem vihette magával, így őt vajda Hunyadra küldték Mátyás anyjához, Szilágyi Erzsébethez. Azonban nem sokáig tartott Mátyás és Erzsébet Frigye, ugyanis a Cillei lány néhány hónap múlva Pestisben meghalt. Hunyadi János idősebbik fiával Lászlóval is köttetett egy házasságot. Neki Garai László nádor lányát kellett elvennie. A következő évben 1456-ban is összehívtak egy országgyűlést, ugyanis második Mohamed szultán vészesen fenyegette Magyarországot. Azonban csak márciusban kezdett el tanácskozni az országgyűlés, így kissé késésben voltak. Hunyadi az országgyűlésen bejelentette, hogy saját költségén kiállít 7000 katonát a török ellen. Azonban nagyobb támogatást ezúttal sem kapott, ugyanis a magyar nemesek a rossz termésre hivatkozva abban állapodtak meg, hogy csak augusztusba egyesüljenek a seregeik a déli határnál. Viszont ez késő lett volna, mivel már áprilisban megindult Mohamed szultán serege Magyarország felé. A szultán célja először Nándorfehérvár elfoglalása, majd egész Magyarország megszerzése volt. A seregének élelmezéséről a korábbi magyar szövetséges Brankovics György szerbdespota potagondoskodott. A támadás híre hallatára a magyarok megijedtek és általánosan fegyverbe hívták a nemeseket. Kapisztrán János pedig elkezdett egy keresztes hadat toborozni a török ellen. Azonban Cillei úrrik ismét keresztbe tett Hunyadi Jánosnak, mivel nem akarta, hogy a törökverő magyar vitéz újabb török ellenes sikereket érjen el. Ezért lebeszélte László királyt és a magyar főúrak nagy részét, hogy megfelelő támogatást biztosítsanak Hunyadi számára. Ráadásul Cillei 5. László királyt is a törökök híre hallatára egy vadászat során Budáról Bécsbe szöktette. A király szökése után a főúrak nagy része is visszament a saját birtokaira azt védeni. Ez alatt Kapisztrán János és Kárvahál János bíboros keresztes csapatokat toborzott, és pár ezer főt össze is szedtek az ország szegényebb rétegeiről. Azonban a kereszteseknek nem volt jól felszerelt fegyverzetük, és sokan botokkal, vasvillákkal és rudakkal mentek hadakozni. Eközben Hunyadi János Magyarország legerősebb déli végvárát Nándor erősítette meg, és egy 5000 fős csapatot küldött a várba. A csapat vezetésével Sógorát Szilágyi Mihály bízta meg, de ott volt a seregben alparancsnokként Hunyadi László, Ország Mihály és a spanyol Bastida János is. Miután szilágyékat bejuttatta a várba, Hunyadi további sereget gyűjtött maga mellé a délvidéken. Kapisztrán keresztesei 1456. július 2-án érkeztek Nándorfehérvárhoz. Itt Hunyadi Kárváhá János bíborost visszaküldte László királyhoz, hogy további csapatokat toborozzon. Hunyadi a délvidéki útja során egy 10-12 ezer fős sereget szerzett a török ellen. Ráadásul Kapisztrán lelkesítő beszédei hatására a keresztes csapatok száma folyamatosan bővült. Azonban a keresztes katonák képzetlenek voltak nem megfelelő fegyverzettel. Így Hunyadi Nándorfehérvárnál akarta a döntő összecsapást a törökkel kivívni, mivel egy nyílt mezei csatához nem lett volna elég szervezett a serege. Hunyadi János azért megpróbálta valamennyire kiképezni a kereszteseit, és osztagokba osztotta őket, amelyek élére tapasztaltabb vezéreit helyezte, hogy képezzék ki a kereszteseket. Hunyadi János végül táborát a Nándorfehérvár közelében Zimonynál ütötte fel. Mivel a török csapatok ekkorra már vészesen közelítettek Nándorfehérvár felé, így Hunyadi seregével elé ment a töröknek, és az ellenség előcsapatait sikeresen le is győzte. Viszont a főseregnek nem ment neki. Így Mohamed szultán főserege elérte Nándorfehérvárat, és körülzárta a várost. A török tábor a Duna és a Száva közötti területen telepedett le. A török flotta pedig éjszakon blokádot állított fel a Dunán, hogy elzárja a magyar utánpótlást a várvédőktől. Mohamed Szultán már július 4-től folyamatosan lövette a várat, és a durva török ostrom során Nándorfehérvár falai teljesen szétlettek lőve. Ezért Szilágyi megüzente Hunyadinak, hogy rövidesen fel kell adnia a várat, ha nem érkezik meg a segítség. Amint ezt az egykori kormányzó meghallotta, július 13-án megindult hajóhadával és kapisztrán kereszteseivel, és Zimonynál egy nagy csatában áttörték a török hajózárat. Hunyadiékot segítette többek között a Duna folyása, illetve az, hogy szilágyiék is flottát küldtek a várból, és hátba támadták a törököket. Így a tengeri ütközetet a magyarok nyerték, és ezért a keresztények birtokába jutott a Duna. Ráadásul lélektanilag is óriási jelentősége volt annak, hogy Hunyadi és Kapisztrán bevonult a várba, mert ezzel teljesen felvillanyozták az addigra már lankadó közhangulatot. Ezt követően Hunyadi János saját fegyvereseit berendelte a várba, és így a védősereg létszáma 15 ezer főre emelkedett. Kapiszrán kereszteseit pedig a száva balpartjára küldte, pont a török sereggel szembe. Kapiszránék serege napról napra nőtt, és ekkora már nagyjából 60 ezeren lehettek. Tovább nehezítette a törökök helyzetét, hogy július közepén harmadik Kalixtus pápai hajóhada is megérkezett a Balkára, így Mohamednek sietnie kellett Nándor Fejrvár bevételével, hogy kiüzze birodalmába a betörő keresztényeket. Ráadásul a török seregben csak úgy, mint egy évvel korábban újból elterjedt a pestis járvány. Így a szultán 1456. július 21-ére egy döntő rohamot rendelt el. Ez alatt a roham alatt a magyarok csak nagy nehezen tudták visszaverni Mohamed csapatait. A törökök már kétszer is behatoltak a várba, de a magyarok mindig visszaverték őket sikeresen. Az idős hunyadi mindenhol jelen volt a küzdelemben, ahol veszélyes helyzetet érzékelt. Kapisztrán pedig fegyver nélkül egy magas torony tetejéről buzdította a kereszteseit. A törökök nagy nehezen elfoglalták a várost, így a magyarok a felső várba szorultak. Már a felső várat is majdnem sikerült bevenniük, azonban a magyarok az utolsó pillanatokban mindig visszaverték őket. A csata ezer részéről származik Dugovics Titus legendája is, aki a legenda szerint egy már a várra éppen a török zászlót kitűzni igyekvő katonát magával együtt a mélybe rántott és hősi halált halt vele. Azonban ez a legenda nagy valószínűség szerint sem történt meg, mivel a korabeli források nem említették Dugovics nevét a várból leugró és a török zászló kitűzését megakadályozó katona pedig egy toposz, tehát egy vándormotívum, amelyet Mátyás király történetírója Antonio Bonfini Jajca várának az 1463-as ostroma során is megemlített. Nem csak Nándor Fejérvárnál. Ráadásul a Dugovics Titus név és az ehhez kapcsolódó hőstet csupán csak a 19. század elején terjedt el a magyar köztudatban vizsgálatok következtében kikutatták, hogy a Dugovics család csak a 17. században szerzett nemesi rangot, így Titus, ha ott is volt a csatában, maximum csak a kereszteseknél védhette nándor várát, nem hunyadi seregében a vár tetején. Minden esetre a legendája a magyar várvédők hősiességét jól szimbolizálja. Végül hunyadi jánosnak nagy nehezen csellel sikerült visszaverni a törököket a város falakon túra. Ezt követően Hunyadi összehívta seregét, és elmondta nekik, hogy nem akar összecsapni a törökökkel, mivel azok túlerőben vannak. Így megerősítette a városfalakat, és szigorúan megtiltotta katonáinak, hogy megtámadják a törököket, hogy ne ingereljék az ellenfelet. Azonban másnap Kapisztrán János kereszteseivel Hunyadi tiltása ellenére átkelt a száván, és megtámadta a törökök ázsiai hadtestét, amely hátrálni kényszerült. Ezt látva Mohamed Szultán főerőit az ázsiai hadtest megsegítésére küldte, hogy verjék vissza a kereszteseket. Azonban emiatt a török főágyuktól is átirányították a legtöbb török katonát az ázsiai hadtest segítésére, így a török főágyuknál csak gyenge csapatok maradtak. Amikor ezt észrevette Hunyadi János, a katonáival rárontott a törökökre, és elfoglalta az ágyúikat, és azokkal lőtte szét a török sereget. Ezt követően a magyarok egyre jobban elkezdtek a törökök fölé kerekedni a csatában, és még a táborukba is betörtek. A csata során még a szultán második Mohamed is megsebesült, és félholtan menekítették el. A török sereg ezt látva a visszavonulás mellett döntött, és a magyarok egy óriási győzelmet arattak. Hunyadi azonban nem üldözte a menekülő török csapatokat, mivel egy cseltől tartott. A Nándorfehérvári diadal során 24 ezer török vesztette életét, és ugyanennyi török katona halt meg a visszavonulásuk alatt. Még a keresztények minimális veszteségeket könyveltek el. Hunyadi újabb győzelme világhírű siker lett. Ráadásul a Nándorfehérvári ostromhoz köthető a déli harangszó is – mivel amikor már a török sereg egyre jobban közelített Nándorfehérvár felé, akkor harmadik Kalixtus pápa 1456. június 29-én elrendelte, hogy Európa országai minden nap harangozzanak délután 3 és 6 óra között valamikor, és ezzel a keresztények imádkozzanak a törökökkel harcoló magyar katonákért. Tehát a pápa egyfajta lelki keresztes hadjáratot rendelt el a törökök ellen. Amikor pedig Kallixtus értesült a magyarok győzelméről, akkor új értelmet adott a harangszónak, és innentől kezdve a győzelem miatti hálaadásért harangoztak. 1457-től pedig a harangozás időpontját áttették délre, amely mind a mai napig megmaradt. A sikert azonban nem sokáig élvezhette ki Hunyadi János, mivel a Nándorfehérvári ostrom során a törököktől elkapták a magyar katonák a pestist, és nem sokkal a diadal után járvány ütött fel a magyar táborban is. Maga Hunyadi János is elkapta a betegséget, pár nappal a hatalmas győzelem után. Végül 1456. augusztus 11-én Zimonyban, életének 68. évében Kapisztrán Szent János karjai között vesztette életét a törökverű magyar vitéz. Tetemét Erdélybe vitték és a Gyulafehérvári sírboltjába temették el. Ráadásul Hunyaditól még Kapisztrán is elkapta a pestist, aki szintén nem élte túl. Ő 1456. október 23-án távozott az élők sorából. Hunyadi hatalmas birtokát fiai László és Mátyás örökölték. Azonban Hunyadi János halála után ellenségei egyre jobban fenték a fogukat az egykori kormányzó birtokaira, és ezért igyekeztek mindent bevetni, de ez már egy másik történet. Hunyadi János egy egyszerűbb köznemesi családból az ország legjelentősebb főúrává és katonai vezetőjévé nőtte ki magát. Számos győzelmet aratott a törökök ellen, és nem csak Magyarország, hanem az egész világ megismerte a nevét. Két fiára, Lászlóra és Mátyásra hatalmas birtokokat és óriási támogatói bázist hagyott. Így nem véletlen, hogy egyikükből nem sokkal később még az ország királya is lett. Ez volt a Hunyadi János életét bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára.